Nyuszi Fül Fesztiválra vártak gyerekeket és felnőtteket nagypénteken a Festetics Imre Élményközpontba Gyenesdiásra. A színes húsvéti forgatagra és az izgalmas programokra sokan voltak kíváncsiak. Ez az egyik legnépszerűbb rendezvényünk, sok embert várunk rá, nagyon szeretik különösen a gyerekek nyilván. Hát most először egy terápiás kutyás bemutatónk lesz, utána pedig egy kis különlegességgel készülünk. Pécsről érkezik hozzánk Szász János, aki látványos fizikai kísérleteket fog bemutatni gyerekeknek, természetesen abszolút gyermeknyelven, tehát nem kell valami nagyon komoly dologra gondolni. Utána pedig lesz még egy lovas bemutatónk a szomszédban található Gyenesdiási Lovasport Egyesület jóvoltából. Ambrózi Anikó és Vórum Marianna terápiás kutya felvezetők, akik kutyáikkal élményfoglalkozásokat tartanak, illetve oktatási céllal és terápiás jelleggel segítenek kicsiken és nagyokon. Terápiás kutya az tulajdonképpen azt jelenti, ők egy segítő kutyafajta, akik egy összetett vizsgarendszeren keresztül arról tesznek tanúbizonyságot, hogy minden körülmények között agressziómentesek, engedelmesek és jól kezelhetőek, emberekkel szívesen teremtenek kapcsolatot. Tehát más segítő kutyával szemben a legjelentősebb különbség, hogy ők nem a gazdájukra vannak kiképezve, hogy az őket segítsék, hanem gyakorlatilag arra, hogy mindenkivel szívesen dolgozzanak, tényleg válogatás nélkül. Értem ez alatt azt, hogy épp egészséges emberektől, fiataltól, kisgyerektől idősen, akár olyan is, az sem okoz nekik problémát, hogy mozgássérülttel, esetleg speciális segédeszközzel mozgó emberrel is dolgozzanak. Kitelepülőkkel, finomborokkal és falatokkal, illetve különböző játékokkal is várták a húsvéti programra a családokat. Kreatív foglalkozások és műhely, tojásvadászat is színesítette a délelőttöt. Húsvéti ünnepekkel kapcsolatosan vagyunk, itt a gyerekprogramok, tojásfestés, nyuszikeresés, meg ilyesmi. Szép idő van, jó idő van, és kijöttünk. És hogy érzik magukat a lányok? Szerintem jól. Kérdezze meg tőlük. Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. És te? És te hogy érzed magad kicsit? Jól. Jól van. Okay. Milyen játékokon szeretnél majd részt venni? Hát a szókeresésen, meg majd most megyek tojást festeni, és ennyi. És mit tervezel a húsvétra? Hát, megyünk a mamáékhoz. Meglocsolod a mamát? Igen. Simon Katalin tojásíró népi iparművész és Berkovics Emőke várták tojásírásra az érdeklődő gyerekeket. Rendszeresen tartanak foglalkozásokat, csodálatos alkotások kerülnek ki a kezeik közül, és ezt a tudást szeretnék átadni másoknak is. A népszerű programra minden évben rengetegen kíváncsiak. Nekem ez a harmadik évem a rendezvényen. Az előző két alkalommal egyedül voltam, és idén úgy gondoltam, hogy hívok magammal segítséget, mert mindig nagyon nagy az érdeklődésre. Hagyományos tojásíró technikát hoztunk magunkkal, amit a legvégén be is tudnak festeni a gyerekek. Legnépszerűbb talán a saját kútfőből jövő minta, de természetesen hoztunk hagyományos tojás mintákat is a gyerekeknek, és van, aki megpróbálkozik ezekkel, hogy ezeket alkossa meg a hímes tojásokon. A méltán népszerű Nyuszi Fül Fesztivál idén is nagyon sokakat vonzott, és az idő is kegyes volt a programon résztvevőkhöz.